Tilman Vanda művészet történész a vendégem, szeretettel köszöntelek ismételten itt nálunk. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Elindult az ősz, és ezzel együtt beindult az élet is a Várfog galériában, mint a nyáron nem lett volna, de most új kiállításokkal várjátok a nézőket. Mi volt az első program? Így van, a nyári zárvatartásunk után most szeptember 19-én nyíltak a legújabb kiállításaink. Ugye mindig kettő kiállítás szokott nyílni nálunk egy időben fent a Várfog galériában és lent a Várfog projektrumban, és hát ezzel indult most itt az évad. A nagy galériában, a Várfog galériában Jovanovics Tamás, az állandó művészkörünk tagja állít ki egy vendégművésszel, akit ő hívott meg. Ő Eszter Stocker, egy osztrák, Bécsben élő olasz származású művész. Lent a Várfog projektrumban pedig egy fiatal művésznek, Ormáténak mutatjuk be az alkotásait, aki most csatlakozott a Várfog galéria művészköréhez. Jovanovics Tamás és Eszter Stocker kiállításáról mit lehet tudni, milyen a formaviláguk, a színviláguk? Az a kiállítás, az egy abszolút geometrikus, absztrakt, nagyon letisztult kiállítás a Várfog galéria terében. Mind Jovanovics Tamás, mind pedig Eszter Stocker a legegyszerűbb alapformákból indulnak ki. Nagyon redukált képi világ jellemzi az alkotásaikat. Mondhatjuk azt, hogy mindketten a minimalizmusnak az örökösei, de mégis annak a művészettörténeti irányzatnak is a hagyományait viszik tovább. Itt arra gondolok, hogy mindketten a legalapvetőbb formákból építik fel a kompozíciókat, tehát a vonalaknak nagyon nagy szerepe van a képeken, de nagyon, tehát hogy sok dologban különböznek is, sok dologhoz különbözőképpen állnak hozzá. Például a legfontosabb különbség a két művész között, hogy míg az Eszter Stockernek a képei arról ismerhetők fel, hogy csak fekete-fehérben dolgozik, tehát még a színeket is nagyon-nagyon leredukálja, addig Jovanovics Tamásnak az alkotásaiban a színeknek nagyon nagy szerep jut. És ez például egy nagyon fontos különbség a két alkotó között. Itt tudják kiegészíteni egymást, vagy ők tudják, hogy eddig már ment a sikeres közös munka, és ezért állítottak ki együtt most nálatok? Abszolút, több csoportos kiállításon is szerepeltek már együtt a munkáik. Egyébként Bécsben ismerkedtek meg egymással, mindketten nagy kozmopolita világpolgárok. Jovanovics Tamás is sokat élt külföldön, jelenleg is külföldön él. Tehát fel tudjuk sorolni, hogy New York, London, Berlin, Brüsszel, Moszkva, Lugano. Így van, mindenhol. Ott volt Budapesten is, hála az égnek. Igen. És az Eszter Stockerről is ez elmondható, hogy most éppen Japánban készít nagyszabású installációkat, de Bécsben él, és tényleg a világ számos pontján állították már ki a munkáikat. Tehát ezért is fontos most ez, hogy itt Magyarországon egy ilyen nagy kiállítás keretében bemutathatjuk a munkáikat, és tényleg ez egy bő válogatást nyújt a két alkotónak a legújabb korszakaiból, és nagyon izgalmas az, ahogy a művek egymásra is reflektálnak, vagy ezekre a hasonló gondolatkörökre. Mindkettőben nagyon fontos mondjuk a matematikának a szerepe, nyilvánvalóan ilyen struktúrákat látunk a képeken, amikhez tényleg a művészeknek nagyon, nagyon koncentrálni kell, hogy ezeket megalkothassák, folyamatosan számolni kell, és az is nagyon fontos, hogy ezek a rendszerek, ezek ugye egyfajta állandóságot nyújtanak, de mindkét alkotó egyfajta játékosságot is belevisz ebbe a szigorú geometriába, azzal, hogy egy-egy úgymond rendszerhibával ezeket kibillenti az egyensúlyból, és ez a nagyon izgalmas, ahogy ezek a szilárd, nagyon erős struktúrák, és az azokban megjelenő kis hibáknak az ellentéte, és akár harmóniája is megjelenik a képeken. Arról lehet tudni, hogy az ő közös munkájuk hogyan folyt? Tehát egy légtérben voltak, vagy csak egyeztettek? Vagy hogyan tudják úgy
egyeztetni a két képet, tehát hogy mondtad, hogy egymásra reflektálnak. Tehát akkor igen, azért mégiscsak úgy képzelném el, hogy közösen és egymás közelében alkotnak. Igen, egyébként nem. Ez nagyon érdekes, tehát hogy ismerik a másiknak a világát, vagy tudták, hogy megbeszélték azt, hogy ki miből indul ki, de maga az alkotási folyamat az külön-külön zajlott. Ami egyébként közös volt a kiállításon, vagy a kiállításhoz kapcsolódva, megjelentettek egy katalógust, ami egy ilyen művészeti dialógus. A két művész beszélget benne, és ebben elmondják azokat a gondolataikat, hogy mi hogyan vezette őket a kiállított műveknek a megalkotásakor. És végül is ez az, amiben, vagy ami által a kiállítás is akár könnyebben megérthető, vagy láthatóak ezek a mögöttes gondolatok. És említetted, hogy van egy új tagja is, Ormáté, a Várfog Galériának az állandó művészeti körében. Őről amit lehet tudni, hogyan kezdődött a közös munka, és hogy válhatott most már állandó taggá? Így van. Ugye a Várfog Galéria egy állandó művészkörrel dolgozik együtt. Ez azt jelenti, hogy most jelenleg 23 művész tartozik ide. Ugye Máté lett a 23. alkotónk, és nekik tényleg az összes, próbáljuk az egész életművet képviselni, folyamatosan kiállítási lehetőséget biztosítunk, mind Magyarországon, a galériában, mind pedig azon felül is igyekszünk, és mindenhol képviseljük őket, és nyilván ez egy nagy munka a részünkről is, és ezért ritka dolog az, hogy egy-egy új művész be tudunk fogadni, akivel tényleg így együtt tudunk dolgozni, és végül is Mátéval a kapcsolatunk ez az év elején indult, akkor állítottuk ki először Németországban, Karlsruhe-ban voltunk egy képzőművészeti vásáron, és akkor ezután vagy igazából már akkor is megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy egy egyéni kiállítás keretében is szeretnénk bemutatni a munkáit, ami lesz a nagy debütálása, úgymond a Várfog Galériában. Igazából az ő pályafutását már a kezdetektől végigkísértük, ő 2011-ben végzett a Képzőművészeti Egyetemen, azóta is számos helyen kiállított, mind Magyarországon, és ő is szintén külföldön is egyaránt. És most végül is nagyon örülünk, hogy tényleg az új művészünket leltük meg benne. Na hát ő egy teljesen más világ, mint amit a fönti galériában láthatnak, egy teljesen más kiállítás. Az Ormáté képein a festőiség, a figuratív ábrázolásnak is egy nagyon-nagyon fontos szerepe van. Ő a barokk művészetnek akár mondhatjuk az emberábrázolásából, ami egy ilyen nagyon plasztikus emberábrázolás is tanult, De egyes munkáin akár szinte fotorealisztikus módon festi meg az emberalakokat, és egy nagyon-nagyon jellegzetes világa van. Szokták ezt mondani, hogy ez egyfajta ilyen egyéni világrendszer, vagy egyéni mitológia, ahol az emberek és az állatok találkoznak. Több képén azt látjuk, hogy egy ember testet, egy állatfej egészít ki, és ezekkel a képekkel mondjuk utal az állatmeséknek a világára is, ahol ugye az emberek az emberi szerepeket állatok veszik át, vagy pedig ennek a mostani kiállításnak is egy fontos témaköre az, hogy mi a kapcsolat az állati ösztönvilág, vagy a bennünk meglévő ösztönök, és az ezt elnyomó, vagy e felett lévő ugye társadalmi szabályrendszerek között, és a képek erről is mesélnek. Milyen érdekes. Te, mint művészettörténész látod ezt a képekkel, vagy Mátéval a közös munka során ő is elárulta, tehát én nem tudod, hogy mit szeretne. Természetesen szoktunk beszélgetni, mielőtt mondjuk megírunk egy sajtóanyagot a kiállításról, meg nekünk is jók ezek a háttérinformációk, de ez így
tehát a képekből is talán egy laikus, vagy aki csak nem olvassa el, hogy miről szól a kiállítás, az is látja. Tehát nagyon sokszor ilyen harc jeleneteket látunk, ahogy mondjuk akár egy gólya és egy gyík harcol egymással, vagy például nagy rózsaszín flamingók tipornak el egy földön fekvő embert. Tehát egyfajta ilyen furcsa mesevilágba, egy nagyon groteszk világba is szürreális, azt is mondhatjuk erre, helyezi ezeket a történeteket, de mégis ezek akár a mindennapjainknak a kérdései is felmerülnek benne, és ezekre reflektál. Ezek a kiállítások nemrég nyitottak meg, tehát még nem volt akkora nézőszám, de vannak visszajelzések? Tehát hogy hogyan lehet ezt a kétfajta teljesen eltérő világot nézőként feldolgozni, hogy bemegyek, látok egy mesés állatvilágot, aztán pedig az emeleten viszont teljesen másra kell ráhangolni magunkat. Igen, igen, ez egyébként van, hogy nehéz, tehát hogyha valaki úgy érkezik, hogy csak az egyik kiállítást akarja megnézni, van hogy kell az, hogy tényleg egy időben, vagy egyszerre csak az egyiket nézze meg az ember, hogy nem biztos, hogy olyan egyszerű áthangolódni a másikra, de ami végül is akár a stílusokon felüláll, az az, hogy mind a három művész a maga stílusában, vagy a maga művészeti formájában tényleg a legjobbak közé tartozik, és talán ez a minőség, ez az, ami összekötheti a képeket, és talán ez az, ami miatt talán be lehet fogadni őket egymás után is, de az tény, hogy aki erre érzékenyebb, ezekre a különbségekre, annak lehet, hogy jobb, hogyha két külön időpontban nézi meg a kiállításokat. És akkor elmondhatjuk, hogy nagyon vegyes a Várfog Galériának a művészköre, tehát hogy akár művészileg, akár emberileg biztos, hogy eltérnek. Hogyan választjátok ki azokat, akik végül is az állandó művészeti tárlatokról gondoskodnak, illetve hát állandó művészeitek? Igen, nagyon-nagyon, vagy hát nem nagyon, de vegyes, mondhatjuk azt a galériának a művészköre. Ugye a galéria már 1990-ben alapult, ez már jövőre 30 éves lesz a Várfog Galéria, ami egy óriási szám, és hát az is érdekes, hogy vannak olyan művészek, akik már a kezdetek óta a Várfog Galériához tartoznak. Nyilvánvalóan azóta nagyon sokat alakult a művészkör, de Újházi Péter, Szirtes János vagy Elkazovszki, ők az első művészeink között voltak, és ezután ez folyamatosan alakult. Nyilvánvalóan egyfajta személyes ízlés a galéria tulajdonosának, Szalóki Károlynak a preferenciái ebben benne vannak, hiszen végül is ő mond mindenre áment a végén, de ettől függetlenül igyekszünk tehát tényleg, hogy ez a minőség az, ami összeköti a művészkört, de mondhatom azt, hogy ugye festészet az a legfontosabb profilja a galériának, de emellett például fotográfusokkal is dolgozunk együtt, olyanokkal, akár mint Kornis Péter. Ez is nagyon jellemző, hogy vannak az idősebb generációból alkotóink, de emellett egy középgeneráció, ahova mondjuk a Jovanovics Tamás tartozik, és képviselteti magát, és ugyanúgy a legfiatalabbak, ugye Ormáti, aki 30-as évei elején jár, vagy éppen Nemes Anna, a két legfiatalabb művészünk. Alapvetően ugye magyar művészetre koncentrál a művészkör, de emellett vannak külföldi művészeink, ugye aki a leghíresebb, legfontosabb, ő François Gillot, aki 97 éves, tényleg egy sztárművész, akit képviselhetünk. Tehát azt is mondhatom, hogy akár mindenki megtalálhatja a saját ízlésének, a saját preferenciáinak megfelelő alkotót, és tényleg az, hogy a minőség az, ami ezt összeköti, hogy a legjobb művészekkel próbálunk együtt dolgozni. Két tárlatot akkor már bemutattunk a nézőknek, mire készültök még így ez ősszel?
Most a jövő héten lesz az Art Market Budapest, ez a kortárs képzőművészeti vásár Magyarországon. Ez a millenárison kerül megrendezésre, amikor az összes magyar galéria kimegy a helyszínre. Ott mi is ott leszünk, ez október 3-tól 6-áig lesz, és oda egy válogatást tervezünk a galéria művészkörének alkotásaiból, úgyhogy ezt érdemes megnézni, ezen a külső helyszínen. Ezután a mostani kiállításon ugye lesz, a kiállításokon majd az utolsó napon, az zárónapon, október 19-én lesznek tárlatvezetéseink. Ezek mindig ingyenes programok, úgyhogy erre mindenkit sok szeretettel várunk. És aztán az évben még két kiállításunk lesz. Atóth Franyó Párizsban élő művészt fogjuk bemutatni novemberben a Fönti Galériában, lent a projektrumban, ott Kazi Roland installatív munkáit mutatjuk be, és aztán decemberben pedig Rozsda Endre nagyszabású kiállításával zárjuk az évet, illetve mondom azt, hogy indítjuk a Várfog Galériának a 30. jubileumi évét, amit majd aztán 2020. novemberében fogunk ünnepelni. Tehát akkor biztos lesznek még ehhez kapcsolódóan olyan szép és meglepetés programok, amiket majd bemutathatsz. Abszolút, igen, nagyon sok mindent tervezünk. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és várunk vissza, hogy megtudjuk, hogy mik lesznek ezek az érdekességek. Én köszönöm.